holdfényben egy kis tojás feküdt egy levélen. Egy vasárnap reggel, amikor melegen sütött a nap, a tojásból előbújt egy apró, de nagyon éhes hernyócska. Elindult hát ennivalót keresni. Hétfőn keresztül rágta magát egy almán, de még mindig nagyon éhes volt. Kedden keresztül rágta magát két körtén, de még mindig nagyon éhes volt. Szerdán keresztül rágta magát három szilván, de még mindig nagyon éhes volt. Csütörtökön keresztül rágta magát négy epren, de még mindig nagyon éhes volt. Pénteken keresztül rágta magát öt narancson, de még mindig nagyon éhes volt. Szombaton keresztül rágta magát egy csoki tortán, egy fagylalton, egy kovászos uborkán, egy szelet sajton, egy szalámin, egy nyalókán, egy megyes rétesen, egy kolbászon, egy süteményen és egy szelet görögdínyén. Aznap este nagyon megfájdult a hasa. Másnap megint vasárnap volt. A hernyócska átrágta magát egy szép zöld levélen, és sokkal jobban érezte magát. Már nem volt éhes, de apró hernyó sem volt többé. Nagy kövér hernyó lett belőle. Kis házat épített maga köré. Ő azt mondta, bebábozódott. Így maradt több mint két hétig. Aztán egy vasárnap reggelen átfúrta magát a bábon, átrágcsálta magát rajta, és gyönyörű pillangó lett belőle. Jó reggelt! Boldog gyereknapot!